Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni az építési és közlekedési miniszternek. Hogyan értette Lázár János azt, hogy a bicskei igazgató homoszexualitása nem független a kegyelmüktől sem címmel? Önnél a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a hírek szerint Lázár János azt nyilatkozta, hogy úgy nevezték ki a bicskei igazgatót, hogy tudták, homoszexuális, és a miniszter szerint ez nem független a kitüntetési ügytől, és nem független a kegyelmi ügytől sem. Hogyan értette ezt? Részben a homoszexuális lobbinak köszönheti a kegyelmet? Az LMBTQP lobby befolyását tisztázni kell, például a legújabb újbudai óvodai homoszexuális pedofil botrány miatt is. Györfi Péternek hívják a bíróság által letartóztatott elkövetőt, ami azért is lényeges, mert ő a fia Györfiné Molnár Ilonának, akit újbuda óvodáiért felelős humánszolgálati igazgatónak neveztek ki, ezért nem mertek fellépni a pedofil ellen egyes vélemények szerint. Az óvodákért felelős Momentumos alpolgármester is nyíltan homoszexuális, ő tűzte ki a másik homokos alpolgármester együtt a szivárványos zászlót legutóbb is az önkormányzat épületére, propagálva devianciájukat. Az önkormányzati alkalmazottaknak is igazodási ponttá téve az LMBTQP mozgalmat. Ami ide vezetett, a gyanú szerint a pedofil férfi az óvoda területén lévő mosdóban fajtalankodott egy kisfiúval. Jellemző, hogy a Momentum korábbi újbudai, jelenleg országgyűlési frakcióvezetője, a svéd állampolgárságát lebukásáig titkoló Bedő Dávid az országgyűlés LMBTQ tagozatának vezetője lett. Kövér László jóvoltából a sokszínű kukacparlament.hu címről küldözgetheti a deviáns propagandát, miközben a házelnök persze letiltotta a normalitáspárti kuruc.info hírportált a parlamentben. A Momentum másik országgyűlési képviselőjének, Orosz Annának a felelősségét is vizsgálni kellene, hiszen 2022 előtt újbuda óvodáiért felelős alpolgármester volt, őt váltotta a jelenlegi homoszexuális alpolgármester. Pedofil ügyekben eleve hiteltelen az a baloldal, amely az LMBTQP mozgalommal kieresztette a szellemet a palackból. De a szivárvány koalíció garázdálkodásáért felelős a Fidesz is, mely leszavazta törvényjavaslatunkat a szivárványos zászló középületekre helyezésének tilalmáról, és hajlandó-e a kormányzat végre betiltani az LMBTQP felvonulásokat? Várom érdemi válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a kérdésre Árt Péter államtitkár úr válaszol. Öné a szó. Tisztelt képviselő úr, tisztelt ház, a kérdése ugye így hangzott, hogy hogyan értette Lázár János azt, hogy a bicskei igazgató homoszexualitása nem független a kegyelmi ügytől sem. Engedje meg, hogy a miniszter úr nevében az alábbiakat válaszoljam önnek erre. Ez úgy fájdalmas minden normális, jó érzésű ember számára. Bánt bennünket, hogy egyáltalán megtörténhetett, és dühösek vagyunk, hogy nem került kellőképpen megtorlásra. Lázár miniszter úr egyértelműen fogalmazott. Mindkét bűnös elkövetővel kapcsolatban, és ma is fenntartja, hogy Vásárhelyi Jánosnak egy életre a börtönben kellene maradnia, míg Kónya Endrének szintén ott lenne a helye mellette, ahelyett, hogy egy presbitériumban ülne. Az azonban megvetendő, ahogy az ellenzéki padsorokban ülők a saját politikai tőkéjük érdekében a gyermekek egyéni tragédiáját kihasználják. A miniszterelnök által elrendelt átfogó vizsgálattal minden jó érzésű ember egyetért. Ennek a vizsgálatnak eredménye kell, hogy legyen minden olyan kockázati tényezőnek a feltárása, amely befolyásolhatja, hogy az intézetekben nevelt gyermekek biztonságban vannak-e, vagy sem. Ahogy önök előtt is ismeretes, a 2011-es vizsgálatok nem vezettek eredményre, ennek oka, hogy a gyerekekkel szemben a pedagógusok, mint a pszichológiai szakértők Vásárhelyi Jánosnak az oldalára álltak. Ezért nem volt korábban lehetőség a vádemelésre, a Demszki időszakban kinevezett Vásárhelyivel szemben. A 40/2024-es számú kormányrendelet pedig átfogó vizsgálatot céloz. Pont azért, hogy minden körülményre tekintettel lehessen csak bármely szakember ilyen intézményvezetője. Ebben a kérdésben pedig igenis fontos szempont, hogy a feladatkört betöltő szexuális orientációja jelenthet-e kockázatot a rábízottakkal kapcsolatban. Ha ennek minimális esélye is megvan, akkor pedig ki kell zárni ebből a körből. Miniszter úr nem többet és nem is kevesebbet mondott ennél a múlt hét folyamán, amely véleményét ma is változatlan formában fenntartja. Köszönöm a figyelmet!